Na, sziasztok! Láttam egy újabb Factory játékot. Igen, kipróbáltam már. Ez a játék elvileg most októberben fog megjelenni, úgyhogy link az majd lent lesz a leírásban. Na, nézzük! Elvileg ilyen widgeteket kell gyártani. Ez ilyen kattingatós játék. Az a lényeg, hogy Ironból lesz a basic widget. Na most, kattingatunk. El fog fogyni a vasunk. Így van, nincs több vas. Kijövünk, mert hogy vasat kell gyártanunk. Wow, minden alkalommal más lesz a pálya? Az jó! Rakunk le egy ilyet, és rakunk le egy ilyet. Bejövünk ide, és elkezdünk kattingatni. Pam, pam, pam. Úgy emlékszem, hogy ezek lehet automatizálhatóak lesznek, itt vannak az automatizmusok. És menet közben ugyanúgy kattingathatsz te is elvileg tovább. Jó! Load. Nem tudom, mennyit bányáztam ki. Á, még kell négy. Ja, ott van fent. Ó, jó van. Visíts legközelebb, hogy ott van. És gyárthatunk egy Iront. Na most. Úgy jelzi nekünk a játék, hogy az Iron Smelter automatikusan el fog indulni, hogyha tele van. Pam, pam, tanuld meg. Ez mennyibe kerül? 4 és 2. Az a baj, hogy nincsen két widgetünk, úgyhogy ezt mindenféleképpen nyomjuk. Ojé. Igen, ez a 4, az úgy látom pont az, amikor eléred mind a 4-et. Jó. Az, akinek olyan reflexe van, hogy... rántja az egeret, az biztos, hogy gyorsabban tud haladni. Én... nálam ez így pont jó tempó. Szóval... elvileg hamarosan megjelenik a játék, a tervezett megjelenés az október 31. Néhány nap. Kíváncsi leszek, hogy milyen áron adják, de amúgy, tehát az, amit láttam róla, meg amit tudok róla, az eddig nagyon tetszik. Úgyhogy valószínű, hogy befizetünk rá. És megpróbáljuk végig tolni az egész Factory-t. Megy ez az automatizálás. Egy Factory játékban ez az alap. Automatizálni lehessen. Ez mit csinál? Ez is autólód, ez is autólód, ez is autólód, ez is autólód. Arra vagyok kíváncsi, mivel hogy ezek is ki vannak szürkülve. Hogyha én ezeket majd megveszem, ezek itt át fognak-e alakulni valamivé, vagy ez már most nem a demónak a része, és ezek valami új dolgok lesznek még az éles játékban. Na, ezeket nem tudom. Nem arról volt szó, hogy autó indul? Ja, hogy még tanulom. Aha.
Aha, nincs widget. Aja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 j
Jó. Vagy ez az Optimizer? Így már értek mindent? Tehát, hogy... Aha. Ez a... jó. Oké. Oké. Bá. Mert így most tudunk gyártani két widgetet. Kérünk csak. Automatizálunk, hely? Ajaj. Két widget. Visszajövünk ide, és veszünk egy autominert. De nem. Fent, lent. Majdnem sikerült elrontani a tempómat. Nekem ez kényelmes. A körbe az nem. Mindjárt majd megnézzük, mi van még a tree-ben. De szerintem most megpróbáljuk azt megnézni, hogy ez autocrafter. Az a baj, hogy attól félek, hogy most ha megveszem az autocraftert, még azért nincsen túl sok ingatunk. És jelen pillanatban a productionünk az közel semmi, mivel hogy én hülye, ezt meg kellett volna venni. 12 widget? Jó, anya! Na, most ilyenkor... Tehát, ha ezt megveszem... Iron Mining Speed 40%-kal növekszik. Ez az autóra is érvényes? Na, ilyeneket kell majd kiderítenünk. Ja, halljuk ezt is. Mert ez jó lesz majd magában, ha dolgozik, de jelen pillanatban amúgy lassú. Gyere. Ez ilyen félig meddig klikkelgetős játék, de... csak hogy értsétek azt, hogy a másik játékot, amit játszottam, ez a klikkelgetős klik-klik-dig. Hogy ezt miért volt az, hogy azt mondtam, hogy nem számítógépre való? Azért, mert itt nincsen az, hogy azt mondja a játék, hogy ezt 6 óra múlva használhatod. Legyártottad hozzá a dolgokat, tessék? Használd. Tiéd. Hát... ennyi. Innentől kezdve ez már elkezd dolgozni. Oké, valószínű a játék, ez nem AFK játék, nem idle játék. Abba, annak sincs benne a nevében, bocsánat. Tehát aki azt mondta, vagy azért nem tetszett neki a videó, mert lehúzom a játékot, ez azért van, mert tényleg azt tudom mondani, hogy ez az a játék, ami a mobilos kattingatós játékokat ötvözi azzal, hogy itt tudsz mellette ülni egész nap. Kattingatok, nem mondja azt a játék, hogy tizet kibányáztál, és utána már nem csinálhatsz tovább semmit. Lehet lesz ilyen része, nem tudom. Na mindegy, ez a lényeg. Jelen pillanatban élvezzük azt, hogy kattingatunk. Amúgy nem. De még igen. De az, hogy van benne auto-mining lehetőség, az azért. Storage full. Hala. Nagyon gyorsan. Ezt itt. 12. Meg tudom venni. Smeltej. Bocsi.
De szerintem le... leautomatizáltuk a gyárunkat. Ezt mindenféleképpen... megnézzük. Tech 3. Gyorsan. Smelting speed duplázódik. Ezek a full game-ben vannak. Ez is, ez is, ez is. Ez a tier 2, ez majd ez lesz. Na most itt, igen, ez mi? Allows you to remove frames from the world for a temporary font. Az nem érdekel. Ez a tier 2. Jó, igen, ez a kézzel mocorgás, az nem érdekel. Productivity. Ó, ez jó. Van bizonyos esélye annak, hogy 15 jelen pillanatban, 15% esélye van annak, hogy még egy plusz itemet gyártasz. Ez a crafting speedet húzza fel 50%-kal. Na, ebben nem vagyok biztos. Az a baj, hogy ezt kell megnéznünk, hogy a számok, tehát 0,2-t gyártunk másodpercenként, de 0,5-öt elviszünk másodpercenként. Itt 2-t elviszünk vagy gyártunk másodpercenként, de nem használunk el. Ja, basszus, a sorrend. Jó, ez a widget. Oké. Tehát 0 hetet gyártunk, és 0,2-t használunk el. Itt most azt kell majd néznünk, hogy például ide mindenféleképpen kell nekünk egy autó. Léci? Nem tudom, még nem látom a számokat, hogy módosulnának. Tehát itt most körülbelül azt kell összeraknunk, hogy vagy ugyanannyit, vagy egy picivel többet, már most 0,3-at gyártunk másodpercenként. Az a baj, hogy ilyenkor újra kell számolni a játéknak azt, hogy mennyit gyártunk valójában. Ez egy pici idő általában, és most megint 0,6-0,7. Hello, többet tudunk gyártani. Hello. Mi van ezzel a gyárral? Aha. Ez autocrafter. Akkor ezt is. Még egyet. Meg egyet. Lehet, hogy az utolsó rossz lett. Nem, még jók vagyunk. Még. Aha, és most látom azt, tehát ezt mindenféleképpen gyorsítanunk kell. 24 és 29 meg tudjuk venni. Így. Lassú. És 11,9, úgyhogy ezt is megvesszük. Hát csak jól mondtam én, hogy itt szépen lassan feloldjuk majd az a körülötte lévő dolgokat. Az a baj, hogy ez még mindig lassú. De hogyha tovább növelem a sebességet, már most is alapból szenvednek a bányáink. Lehet, hogy még egy bányát le fog kelleni rakni. Mert jelenleg még mindig 0,3-nál állunk, akkor csak nem hiába vártam azt, hogy újra számolódjon. Eddig tetszik a játék amúgy. Tehát elvileg most leszünk ott, hogy 0,6, 5, 6. Na, még egy kicsit feljebb. Nem mondod? Aha. Inkább álljon egy gyárunk. Én azt mondom. Tudom, lehetett volna gyorsítani más irányból is rajta. Így.
Oké. Okay. Tehát az a baj, hogy ez még mindig lassú. Mert lötty 0,7-et csinálunk másodpercenként. Ja nem, így most jó. Aha. Anyám, 0809. Á, itt az inventoring. Inventoryt növelni nem lehet. Nézzük már meg ezt. Ezt meg kell várnunk, míg kigyűlik. Az a baj, hogy igen, tehát ezt mondtam, hogy lehetne 40%-kal gyorsabb termelésünk, de azért nem tudom most már megvenni, mert az a 40% erre már nagyon sok lenne. Már így is 0,2-vel többet termelek, tehát még majd mindjárt megyünk tovább, és gyártjuk a következő gyártósort, úgymond. Csak megvárjuk, míg mindenből kigyűlik az, ami nekünk kell. Érdekesnek tűnik így az egész. Elég nagy pályán kezdünk, és elvileg nem kell ennyire szétszeparálni, csak nekem úgy tetszett az, hogy egyet kihagyunk, mint ahogy az alap dolgok le vannak rakva. Állj, mind a kettőt én raktam le. Nem tudom, miért így raktam le. Öt per hat, három per hat. Ah, megvan a 100/100. Jó, mivel ez már nem fog tudni tovább gyártani. Gyere csak. Tudom ezt a gyártást meggyorsítani? Arra vagyok kíváncsi, hogy ha 20-at gyárt egyszerre. Jó, megvan. Mehet! Tek kettő! Nem. És a storage? De... Úgy fogom tudni megnövelni a storage-omat. Amúgy elég jó kis tech drink van. Csak úgy jelzem. Full game-es, full game-es. Valószínű itt a Tech 2-ben lesz valameddig, ez a Tier 3, ez a Tier 3. Ha, ezt mindenféleképpen megnézzük, hogy ameddig el lehet jutni a demóban, megpróbálunk eljutni, még mielőtt kijön a teljes játék. Ez nem érdekel, ez nem érdekel, ez mit csinál? Ez is Tier 2. Én azt hittem, hogy a Tier 1, de ez nem érdekelt. Pont a legrosszabbat vettem meg. Az a baj, hogy most azon gondolkodom, hogy a widgetet... Na jó, mondjuk ez egy kicsit furi. Megmondom őszintén, hogy tehát a Tier 1 alatt van olyan, ami a Tier 2-ben van. Értem a logikáját, csak mégis egy kicsit... Tehát elvileg van, na várj. Most csináljunk egy olyat, másolunk. Egy, kettő, három.
Hál' Istennek magától most nem működik, mert nincsen autocrafter berakva. Ah, és forgó autószévünk van. Az is jó amúgy. De úgy van, hogy három, ha jól láttam eddig, amiket kiírogatott. Három autószévünk van. A... Ugye szórakozol. Nem értettem, hogy miért nem működik. Azért már leraktam, és hát ezeknek a legyártásához kell bizonyos dolog. De ez az, hogy hova... Tá! Na, itt van most a probléma, mert ezt nem mondta a játék, hogy mit kell csinálnom. Az oké, hogy mining speed, meg mit tudom én, de hová tárolok? Hogy növelem meg a... Baj van. Mert két widget faktorim van, és attól függetlenül nem nőtt meg a... Vegyek meg mindent? Nem tudok basic widgetből legyártani 864-et. Mert csak 100-at tud tárolni. Már 35, és már narancssárga. Ja, hülye. Bassza meg! Akkor ezek nem is kellettek volna. Szépen ő megcsinálja majd amúgy magától. Jó van, jó van, jó van. Nem ismerem még a játékot. Most játszok vele életemben először. Na most kell majd belőni azt. Oké, 1,9-el toljuk elfelé. Ami kijön, ezt mindent eltolunk. Na, én itt egy nagyon picit lehet, hogy leállok. Így most ez itt annyit gyárt és annyi, jó, oké, mert túltermelünk amúgy, tudom. 77 per 864-nél járunk, amelyik sok idő még meg lesz. Mivel? Na, álljál meg. Ez pont nem érdekel minket, hanem ilyet tudunk gyártani. Vajon lerakod-e? Úgy néz ki, hogy ide rak először. Ó, nagyon jó. Pakold, 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 pakold. Gyerünk! Most rásegíthetnék, nem? Ja, azzal nem gyorsabb, ha sokat kattintok egyszerre, csak nem történik semmi. Még azon gondolkodom, hogy amúgy ide nem lenne hülyeség megvenni az összes el. Most telehaigálja egy pillanat alatt, az kész. Még meg tudok venni még egyet. Ha? Tehát az előbb a nulla volt, most az egy. Tök jó, mert így ezek a forgóautószévek, ezek azért jók, hogyha például
Most elmenti a játék a nullára, és pont ezelőtt a mentés előtt rontottad el, akkor ha visszaállnál a nullára, mivel hogy az autószévet próbálod visszatölteni, akkor ugyanaz a kerülsz vissza. És az elrontottat csinálod meg. Töltöd vissza, csinálod meg. Így van. Oh, de jó, már megint nem tudok beszélni. Na. Haladjunk. Ó, ez is megépült. Asza. Hát én most elkezdem telepakolászni. Ehhez kell ezt is gyártsd le, meg ezt is gyártsd le. Az amúgy tetszik, hogy úgy lett megcsinálva, hogyha én itt valamit kérek a játéktól, hogy csináljon meg, akkor azt rakja első helyre. És nem az van, hogy ide tolja befelé, mert hogy ez volt az első feladat. Nem, tényleg logikusan van amúgy a játék összerakva. Tetszik. Jó, most mindent kimaxolunk, aztán majd utána a legvégén sírunk, hogy túltermelünk. Na, most egy picit pihi van. Megvárjuk, míg minden dolgozik és alakul. Nem tudom, hogy mennyire lehet amúgy majd az eredet, vagy a kész játékban optimalizálni ezeket. De akkor már annyit is kérünk. Most amúgy mindenre rávágunk. Mindent. Hadd menjen. Szeretik a puják. Egy. Hát. Igen, amúgy a widgettel lesz a legtöbb gondunk. Nem tudok annyit kattingatni, de szépen lassan nő. Ez az. Ezt akartam mondani, nem tudok annyit kattingatni, hogy többet termeljek, mint amennyit elhasználok. Tetszik. Ezzel fogunk játszani. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet ebből kihozni. Ez még akkor lenne szép, ha lenne benne egy utószalagrendszer. Vagy mondjuk még a gyárakat össze is kell kapcsolnod, és akkor olyasmi, mint ami mondjuk például a Shapes-ben is van. Na, az úgy még dobna egy akkorát a játékon, hogy innen átvezeted ide, stb. De amúgy ebbe a játékba így eddig, amit látok róla, nem kell. Tehát, hogy az már bonyolítaná a játék menetet. Igen, most itt manuális munka lesz. Kíváncsi vagyok, hogy így, hogy felcsűrtünk mindent maxra. Ugye a legvége az amúgy mit fog adni. Hát elvileg akkor leszünk kész. Ha ebben a gyárban, mivel hogy ez volt az utolsó, ha ebben a gyárban mindent kifejlesztett, amit kértünk. Á, már most ezt csináljuk. Az jó. Az a baj, hogy nem lesz elég gyors a termelés, ha így kattingatok. Várj. Ebben nem, ez az én factory-m. A másik factory, ebbe is belekérünk mindent. Autocrafterből nem kell több. Ezek működjenek végig. Nálunk ez a lényeg. Te is. Ez is.
Én most kifejlesztünk mindent mindenhol. Így. Na! Most akkor én meg jövök vissza. Wow! Na, ezt mondtam. Most fogjuk majd összenézni a számokat, és az alapján majd... Ups, nincs elég. Oké, megértettem, főnök. Ez is kész. Ez is kész. Itt is minden rendben. Na, most ezek fognak amúgy kevés lenni. Mert kettő... Az a baj, hogy ez a 2-3-2-4, ez nekem nem tetszik. De ez ilyen rakéta üzemmódban fogja majd ezt a 800 technology-t feltolni, vagy 800 widget-et feltolni. Az a baj, hogy az előző játékok, amikkel játszottam, amivel mobilon is szoktam így játszani, azokban úgy van, hogy ha a raktáradban nem fér be, akkor nem tudsz valamit megtanulni. Ez baromi jó mechanika. Ilyet nagyon-nagyon kevés játék használ, hogy amúgy menet közben én szépen megfogom és bepakolgatom neked, tehát nem kell vele foglalkoznod, nem kell szórakoznod semmivel. Kértél valamit, hogy gyártson le a játék? Jó, megcsináljuk menet közben, minden mást intéz a kattingatásoddal. És tessék, gyárt magától, elindult magától, most már túltermelésben leszünk. Azaz. Hey, utoléri! Na azért. Nem, ez az a baj, most jelen pillanatban itt, amíg smeltelünk, addig áll minden. És ez a legrosszabb, amiatt nem halad. Valahogy azt kellene kiszámolni, hogy amikor az leesik, mert most 4,2 port gyártunk másodpercenként, de csak 3-at használunk, és most 2, 9, 2, 8, 3, 3, 1, 3, 2, 9, 2, 8. Azért, mert ilyenkor éppen valamelyik smelt el, amikor lemegyünk 2, 8-ra, és utána azért megyünk vissza, utána megint le, utána megint vissza, utána megint le, megint vissza. Na, itt mi van, gyerekek? Pörögjünk. Majd akkor, amikor már minden megvan, meg látjuk azt, hogy mit kell csinálni, majd akkor automatizáljuk úgy, hogy minden szépen termelődjön. Igen, productionünk az még elülő van. De most meg... Ah, megint jó. 2-7, 3-3. Igen, a gyártással van baj. És amúgy annyira nem esik le. Tehát, hogy 70... Lemegyünk 60, 50? Igen, jó, oké. Tehát amúgy túltermelünk. Csak pillanatnyilag nem termelünk túl. És mindjárt megvan a Technology 2. És akkor vége is a videónak. Technology 2-t majd megnézzük a következő részben. Eddig baromira élvezem a játékot. Majd az lesz a jó része, amikor tényleg el kell ezeket így osztogatni, hogy pont annyit termeljünk, pont annyi jöjjön ki a gépekből, amennyire szükségünk van. Amúgy nem akartam túltermelni, csak azért nem kezdtem el gyártani. Na jó, ezt mindenféleképpen nézni fogjuk ezt a játékot. Mert tetszik. Mert le tudja kötni az embert nagyon. Úgyhogy
A Steam linket megtaláljátok majd a leírásban. Jelen pillanatban wishlistre lehet tenni, tehát kívánságlistára. Nekem már ott van, úgyhogy amint kijön a játék, kapom az értesítést. Megnézzük, megnézzük. Ezt lehet, hogy nem csak demóban fogjuk tolni. Ez eddig tetszik. Megnézzük még, mi lesz a Tier 2-n, az majd a következő videóban. És akkor... Hajrá, hajrá! Na! Találkozunk a következő részben, addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel, és szóljatok hozzá. Sziasztok!